Sziasztok, Király Viktor vagyok, és ez itt az Okos Gyerek vlog. Üdvözlök mindenkit a csatornán, Jossza vagyok, az Okos Gyerek, és itt egy újabb rap sztori. A rap sztori történetében volt már pár olyan rész, ahol nem kifejezetten rapper előadókat kérdeztem, ez is egy ilyen extra király rész lesz. Az előző ilyen extra részeket megtaláljátok majd valahol itt, vagy itt, ha még nem láttátok, ajánlom a figyelmetekbe. Most egy érdekes történetet hallhattok a közismert énekestől, Király Viktortól. Tartsatok vele, cseh király, csó! Ja, és még valami, nem elfelejteni, iratkozzatok fel! Peace! Az okos gyerek félbe soha nem szok ki. Vajon neked mi a rap sztori? Az emlék néha mi kopik. De vajon neked mi a rap sztori? Lehet, hogy már hallottatok rólam, de azért elmondom egy pár szóban, hogy ki is vagyok én. Amerikában születtem, New York városában, és 16 éves koromban ide költöztem Magyarországra együtt a családommal. Körülbelül 15 éves korom óta hallgatok zenéket, zenélgetek, először dobolni kezdtem, imádtam a beateket, a groove-okat, és szépen lassan utána elkezdtem dalszövegeket írni, a dalszövegekhez kezdtem dalmokat gyártani, és ezekből egyszer csak lettek dalok, ami hál' Istennek, és tök büszke vagyok rá, de nagyon-nagyon dal kötődik a nevemhez, ami elég sikeres lett itthon Magyarországon. Mondjuk egy párat, a Fire, a Solo, a Running Out of Time, a Magyarok közül, a Filter, a Harindus, Forgószél, a Újak közül, a Majka Curtis-el, a Füttyös, vagy a Hatodik Emelet, van Tűzvarázsló, Filter, és sorolhatnám. Oh baby, baby, I got something for you. You set it on fire, fire, fire. Az én életemben a rap, meg a hip-hop az mindig egy fontos szerepet játszott. Ahol felnőttem, New Yorkban, ott egyszerűen teljes mértékben jelen volt az emberekben ez a fajta zene. A mindennapunkban benne volt, hogy valamilyen rap zenét, hip-hop dalmokat dúdoltunk a haverokkal, nyomtuk a szövegeket, és egyszerűen csak beleillett az akkori életünkbe. Én deszkás voltam, görés voltam, BMX-es, ezért a mi életünkben a hip-hop meg a rap az nagyon-nagyon feküdt. Azt hiszem az én életemben az első rap dal, amit valaha úgymond nem csak hallottam, hanem még bele is vontam magamat, hogy is elkezdtem énekelgetni, bontogatni a szárnyaimat, az nagyon régi dal, mert én 90-es évek gyerek vagyok, de az a Coolio-tól, a Gangster's Paradise. I never trust a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's a hurt of. You better watch how you're talking, or where you're walking, or you and your homies might be lying to chop. I really hate to think, but I gotta look. As I close, I see myself in the pit of smoke. Fool, I look kind of deep, that little homies wanna be. I'm on my knees in the night, say prayers in the street light. We're spending most of our lives living in gangster's paradise. We're spending most of our lives living in gangster's paradise. Lehet, hogy kevesen tudjátok, de ez eredetileg egy Stevie Wonder dal volt, aminek az volt a címe, hogy Pastime Paradise, és mivel imádom a Stevie Wondert, meg az R&B soul világot, ezért nagyon-nagyon passzolt nekem ez a dal, vagy ez a rap nóta. Utána nagyon beindultam a rap zenébe, azt hiszem megvettem első kazettás albumomat, ami nem volt más, mint a Snoop Dogg-nak a He is I and I am him, slim with the tilted brim. What's your name? Az első albuma. Ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Van egy olyan érdekes történet, ami kötődik hozzá, hogy megvettem ezt a kazettás albumot a kis összegyűjtött pénzemből, hazavittem, betettem a magnómba, és elkezdtem hallgatni, bömböltetni a zenét. Egyszer csak édesapám feljön a szobába, hallja, hogy motherfucker, this bitch ass, mindenfajta káromkodás ment a Snoop Dognál. És olyan fiatalon az édesapámnak ez nem tetszett annyira, ezért megfogta a kazettát és így ketté törte. Azt mondta, hogy ilyen zenét nem szabad hallgatni, mert túl sok a káromkodás. Na hát ez pont annak volt a hatása, hogy még több rap zenét meg hiphopot hallgassak az életembe, és onnantól kezdve elindult egy folyamat nálam, ahol lázasan kíváncsian vártam az új rap nótákat.
Ez a dal most tényleg arról szól, hogy jön a basszus a tengeren túlról. Tetszik vagy nem, ez pont így jó, sötét cucc a sápat arcokta. Ez érdekes, mert amit én számítok kézdalnak, azok úgy át, sajnos nem jelentek meg, nem volt rá lehetőség videóklipet gyártani, meg olyan helyekre eljuttatni, hogy meg is szólaljon. De én igazából az egész zenei életemet úgy kezdtem, hogy stúdióba kezdtem. Most is egyébként egy stúdióban, a saját stúdiómban vagyok, és én imádom a háttérmunkát, imádom azt, hogy nullából felépíteni egy nótát, hangszereléstől kezdve szövegileg, mindenben szeretem azt, hogyha benne van a kezem. De az első dal, ami megjelent, az a, nem is tudom, 2003-ban vagy 2006-ban, nem emlékszem pontosan, az a testvéremmel együtt, az Aranyások, ami egyébként, ha már hip-hop meg rapről beszélünk, annyiban fűződik hozzá, hogy ugye a címe az, hogy Aranyások, és az eredeti címe, mi angolul írtuk a zenéket, és az eredeti címe az volt, hogy Gold Digger, nyers fordításban Aranyások, és annyi érdekesség volt hozzá, mert abban az időben nem örültünk neki, hogy kiadtuk az Aranyásokat, és rá 2-3 hónapra megjelent a híres, ominózus sikerdala a Kanye West-től és a Jamie Foxx-tól a Gold Digger címen, és nagyon hogy miért nem Gold Diggernek hívtuk először, mert akkor még nagyobb közel lenne a hip-hop világhoz. Az eddigi életem meg szakmai életem csúcspontja hip-hop rap zene szempontjából az nem volt más, mint amikor megírtam a Running Out of Time című dalomat, és nem is tudom, még mindig a mai napig nem tudom, hogy sikerült, de egy élő legendával, egy élő hip-hop rap legendával tudtam együtt dolgozni, a Run DMC-ből a DMC. Ha bárki szereti a rappet, vagy a hip-hop világot, ha nem tudja ezt a nevet, akkor nem szereti igazán a hip-hopot, vagy a rappet. A Run DMC, meg a DMC azok ikonikus szereplők voltak a 80-as évek, 90-es évek rap nagyjai közül. És számomra hihetetlen volt, hogy a ikertestvérem New Yorkban dolgozott, és valamilyen oknál fogva ismerte azt unokatestvérét, és én felhívtam a band, hogy megírtam ezt a dalt, és nagyon jó lenne, hogyha lenne egy rap betét a dalnak a közepén, és mivel angolul éneklem ezt a dalt, ezért nagyon az jött volna nekem, hogyha szintén valaki angolul rappel, de én nem ismertem Magyarországon olyan rappet, aki angolul, meg amerikai ajakkal tudja elrappelni ezt a részt, ezért felhívtam a testvéremet, kérdeztem, hogy nem ismersz valakit, bárkit, csak egy nőjaki csávó, aki feljénekli ezt a részt, és ezért autentikus marad az egész dal. És képzeld el, hogy felhívott két nap múlva, és azt mondta, hogy találtam egy rappert, egy igazi New York-i fazont, Queensből van. Mondom, ki az? Azt mondja, DMC. Mondom, de ki? Milyen DMC? Ki? Valakinek az a neve, hogy DMC? Hát de már létezik. Azt mondja, nem, a DMC a Run DMC-ből. És lehidaltam, és nem akartam elhinni, és nem is hittem el a tesónak. Még két napra rá, egyszer csak kapok egy videóüzenetet a DMC-től. Yo, yo, yo! This is Run DMC, DMC, the king of the rap, és minden. És fel is nyomta a rap részét, elküldte nekem egy héten belül, és az összes többi már történelem. Szóval nagyon büszke vagyok erre, és mindig is büszke leszek erre, hogy egy ilyen rap legendával tudtam együtt dolgozni. Now, ain't no time to play around, 24 hours to paint the town, me and you girl just getting down, that might lead to a wedding gown, time is trouble, thing to waste, gotta move quick, pick up the pace, you got heaps I wanna taste, gonna eat it up and make the place. Hát köszönöm szépen, hogy figyeltetek, köszönöm, hogy felkértetek erre a kis vlogra, és nagyon örülök, hogy egy picit el tudtam mesélni az én meglátásomat, az én életemet, ahogyan fűződik a hip-hophoz meg a raphez, és remélem tetszett a beszélgetés. Hamarosan találkozunk, hallgassátok az új dalomat, a Bye-bye-t, ahol szintén én is most kicsit megpróbálkozok a rappel, és ráadásul magyar rappel, szóval remélem tetszeni fog nektek. Peace and love, sziasztok! Ha elsőként szeretnétek ilyen érdekes videókról értesülni, nyomjátok be a kis csengettyűt.
Viktor linkjét pedig a bióban találjátok. Iratkozzatok oda is fel. Check it out, yo.